mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit with shitheads. Don't forget your dreams, don't get you through this so-called life to call. Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket, GTA-zni fogunk. Itt van velem a Panzer Heki. Szevasztok, halihó. És a mai videóban az itt látható két kis Volkswagen bugarat fogjuk feltuningolni. Ez az autó már egy jó ideje benne van a játékban, és én már egy ideje meg is szereztem, de csak most került rá sor, hogy kicsit foglalkozzunk vele. Nem lesz ma semmi extra. Kicsit tuningolunk, meg kipróbáljuk az utcán, hogy milyen. Hekinek annyira megtetszett, mondtam neki, hogy tuningolni kéne egy aranyos kis autót. Feljött elsőnek, kiröhögte. Majd mindjárt megmondom, hogy miért van nekem rajta egy ilyen livery. Aztán úgy döntött, hogy ő is beszerez egyet, mert nyilvánvalóan ez egy aranyos autó. Tehát az embernek ez kell. Tehát hogy ez ilyen egyszerű. És a megszerzése... Verda. Milyen? Ikonikus Verda. Abszolút igazából. Hogy hívták a filmet? Herbie? Herbie volt, nem? Az, ja. Kis Herbie a versenyautó. Bár nem fogjuk nagyon versenyzésre használni, de... Megnézzük, mit lehet belőle kihozni. Na most a megszerzéséről pár szó, mert ezt az autót ingyen is meg tudjátok szerezni. Méghozzá úgy, hogyha van nektek koszatkátok és megcsináljátok egyszer a Kio Perikós heist finálét, akkor English Dave fel fog hívni titeket, utána, ha CO-ban vagytok, mindig CO-ban kell lenni, és csak akkor fog hívni, és adni fog nektek három küldetés közül egyet random, mind a hármat meg fogja veletek csináltatni. Azt megcsináljátok, és utána várni kell a való életben 8 órát, utána ismét belépsz a játékba, vagy már benn vagy, így CO-ban vagy, akkor újra fel fog hívni, ad még egy küldetést, azt megcsinálod, utána vársz 8 órát, CO-ban vagy, felhív, megcsinálod a harmadik küldetését is, és utána oda fogja adni a saját autóját, ami nem más, mint ami itt van mögöttem, ebben a színben, ez a kis Volkswagen bogár, tehát így ingyen meg tudjátok szerezni. Viszont, hogyha nem... Szép férfias. Nagyon abszolút férfias, igen. A Love meg a PC jel az anélkül nem is lenne igazán. Ez időutazó autó, ez 69-ből jött. Így. Szóval meg lehet szerezni ingyen, és ezzel is oldjátok fel a trade price-t, ha minden igaz. Mert amúgy Heki teljes áron vásárolta meg, azt hiszem 870 ezerért, ugye? Annyit volt. Igen. Tehát alapvetően 870 ezerbe kerül. Hogy ez a metódus megvan és akartok még belőle venni, vagy eladjátok és majd vesztek belőle még egyet, hogy visszavásároljátok, akkor 652.500 dollárba kerül, amúgy elég drága ahhoz képest, hogy egy bugár, de nem vészesen drága abszolút, tehát nem kell tőle hanyattesti. Szóval, hogyha English Dave hív, vegyétek el, fel és fogadjátok el a küldetését. Annyi tipp, hogyha megcsináltatok a három küldit, én nekem csak úgy adta be, hogy session-t kellett váltanom, és akkor hívott, hogy nesze vidd az autót, és legyen szabad garázs helyetek, mert akkor fogjátok tudni elrakni. Én sokat pofáztam, Hekikém. Akarsz tuningolni? Na persze, mehetünk. Akarodj! Van elég pénzünk, hogy tuningoljunk, hát azért kicsit szétfügtük itt ezt a Kio Perikós helyzetet. De Heki, te egyszer is megcsináltad az új helyzetet? Persze. Sejtettem. Na, akkor én kezdem is, belecsaptam az armort. Fék, szeretnénk megállni, meg van rá pénzük. Hallod, nagyon sok bumper van rá. Na, ami szépet szeretnék, és nem akarom azt, amikor eltűnik, mert az olyan... Tehát ezt, a bumper delete az nekem annyira nem. Plastik, kap egy ilyen kis alsó toldatot, vagy valami olyasmit. Nagyon aranyos ez a virágos. Hát azért... Mik ezek a rallis kinézetek? Hát amúgy... Na várja, mert igazából... Na várja, most ebben akkor egy homokfutót lehetett csinálni, vagy az hasonló dolgot? Mert nagyon úgy arra hajaz, ilyen rally, meg ilyen homokfutónak a keveréke. Hát valami olyasmi, de én az a baj, nem akarok belőle olyat csinálni, ilyen utcai kis futót akarok belőle, ilyen kis rohangálós autót. Kap egy ilyen kis nice splittert, aztán ez így jó lesz nekem, csak így szolidan. Akkor hátul, itt is le lehet venni nyilvánvalóan. Plastik, ez igazából semmiben nem... Hát a kis három henger kificcen. A jól emlékszem, ebben három hengeres motor volt, ugye? Nem tudom, te emlékszel rá. Lehet. És ebben nem vagyok biztos. Mint ha szerettem volna a kármechanikban, és azt hiszem három hengeres motor megy bele, de hogyha rosszat mondok, akkor ne vegyétek merre, nyugodtan írjátok le. Aztán úgyis kiderül. Jól néz ki, de ez nekem too much. Tehát, hogy maradnék itt a stockba hátsó lökinél, mert
nekem picit sok. Kipufogó. Ó, hát ez a rozsdás, ez amúgy nem rossz, de alapvetően nem. Chrome, big, gályhacső kell. Hát olyan, mint a farka lenne, már mint hogy, mint a cicafarok. Na, inkább teknős, mert ez rövidebb. Ó, ez meg a vidám. Na jó. Ez a görbe. Na jó. Húha, na ez már cica, a Mega Stinger. Na jó, abbajt. Szerintem én ezt a Big Board teszem rá, ez a így a legfeelingesebb. Ezek a kilógósak nekem annyira nem tetszenek, meg ez a tupla se. Jó, egy kicsit van közte egy kis hézag. Ja. Oké. Okay. Nem hagytam ki semmit, féderek. Lehet a rámpára tenni ilyen izéke. Úristen, hogy néz ki szerencsétlen. Kinéz a lukból, mint a börtönben, amikor egy a rabok kinéznek az ablakon. Hagyjad már. Hát esküszöm, ebből venni kéne még egyet, és azt meg kéne csinálni rallisra. És ezt meg is fogjuk ma tenni szerintem. Veszek belőle még egyet. Nem gondoltam rá, hogy mi az... hogy nekem ez volt rajta alapvetően. Hagyjad már. Nekem kell ebből egy standard, meg kell ebből egy rallis. Szóval, ja, hogy külön van a hátsó. Most az a helyzet, hogy igazából előre, ez itt tetszik, hogy van neki egy ilyen kis shieldje, úgyhogy ezt ráteszem. És hátsó fédert, azt külön ugyanabban a menüpontban kell állítani. Végen van. Ebből tuningolunk még egyet ilyen homokfutós, mert kíváncsi vagyok, hogy az... Vagy te olyanra csinálod, Heki? Olyanra csinálom, aha. Akkor majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy mit lehet belőle kihozni. Nem rossz, ezt nem cserélem ki. Adventure kit, lehet rá tenni lapátot, meg fejszét a motoráztetőre. Hát ez kész. Ah, ez jó, ez jó. Ez abszolút illik hozzá. Ja, hát én a headlightot azt nem cserélem, nem is... Ó, Liberic, na lássuk. A 16 van rá. A Love Machine van most jelenleg rajta. Ki gondolná? Tehát van az alapfehér. Farlángfóliás! Úristen! Na jó. Bürgerfeuerzeug! Igen van. Kis... Evil Weevil. Hát ez... Ez a rozsdás nekem annyira nem jön be. A virágos a legjobb. Peace. Mi ez már? A matyó hímzés. Hát... Nekem nagyon tetszik, hogy őszinte legyek ez a... Ez a lángfólia. Nem tudom, te hogy vagy vele, de még a lila is jó. Azt, hogy mondjam. Tehát nekem lehet, hogy ez a lángfólia lesz. Nekem a lángfólia bármilyen autó jól lát, tehát hogy igazából. De ez is jó, mert azt hiszem valami ilyesmi színekbe pompázott Herbie is. A burgerfárcoig meg kifejezetten jól hangzik. Igazán. Lehet, hogy ezt rakom most rá, ez jó. Melyiket teszed rá? A burgerfárcoigot. A kis... A BF-et? Ami az elején BF van? Aha. Azt nem tudom, hogy legyen inkább most a fehér rendszámtábla, és lefestjük Ice White, krém színű, nem tudom milyen színű legyen, mert van Ice White, meg Frost White. Legyen Ice White az jobb, az az alapszín igazából, és matt fehérbe. Hát igazából most így hirtelen nem is nagyon látom a különbséget. Jó, ez szép fényesbe, jó lesz ez így. A crew embléma nyilván nem látszik ilyenen. Trim color, viszont lehet a belsét állítani. Azt viszont ilyen nem grafit, hanem ilyen krém szín. Igazából mehet ilyen krémesre. Oké. Van benne bukókeret. Atya úristen. Lehet belerakni ilyen dragseeteket. Ez mondjuk tetszik? A dragseet. Na, egy ilyet rakunk bele. Egy ilyet rakunk bele, ez annyira nem is vészes. Tető. Ez a Sunstript ez annyira nem jön be nekem. Lehet rá tenni csomitartót, csomagokat, kerekeket. Jó, hát ez tiszta off. Ebből kell egy offroad verzió, most ezzel nem tudok mit csinálni. Jesszus. Úristen. Ez nagyon, nagyon durva. Oké. Ha és ez az offroad kit, Jézus ereje. Most tudom, szerintem ez lesz az. Ha ezt fogom rátenni.
Neki nem tudom, mit rosszalkodik, de... Valami nagyon rossz lesz ott a vége, de... Hogyad már, milyen... Még spoiler, extra... Na jó, az Extreme Wing azért az még... Az Barbie betúlzás. Amúgy hát annyira... Ez annyira nem is rossz, nekem ez esküszöm tetszik. Csak ebből a szolidabb, a kisebb kell. Egy részvinget tettem rá amúgy, mert esküszöm tetszik. Heki, te nézted már felfüggesztéseket? Igen. Igen, ha túl vagyok rajta. És ez... Szerinted még kapott el a röhögés? Ez most micsoda úgy mégis? Én sok mindent megértek, de hogy... De keresed a miértre a választ? Nem tudom. Én rátettem. Tehát lelövöm azt a poént, hogy én azt rátettem. Én is. Ezért meg leszünk veszőzve. Az biztos kapunk. Azt a mindenit. Ez jó lesz nekem, klasszik rod, ez illik hozzá. És azt mondja, hogy Will Color, és... Igazából szerintem a... Frostwhite az lesz a legjobb. Tehát, hogy az így illik hozzá a lecuzámen. De itt a dizájnban maradunk. Na jó, azért ennyire nem kell... Bár mondjuk... Franc se tudja. Mennyire legyek túl fehér? Legyen ez ilyen nagyon white style lesz. Okay. Ezt most találtam ki, szerintem biztos létezik. Ja, értem. Oké, okay, ablak. Egy árnyal. Te kim vagy már? Nem, még nem. Én most végeztem. Szerintem nincs más hátra. Hát gyerekek! Jöjjek! Menjünk mind a ketten. Várj, kimegyek. Jó. Aztán gyere, itt vagyok kint. Akkor jövök. Azt a rohadt... Hát az átbúgol a izén, adjad már. Hello. Mit csináltál szerencsétlen bogárral? Hát egy kicsit használt. Hogy a túróba néz az ki? És hol a tetőcsomi tartó? Jaj. De minek az? Azt a túró, de minden. De, hát akkor inkább feltettem rá azt a matricát, azt a burger, farc, haj, cing, cung, cajgat. Jaj, csak én tiszt, figyelj, egy erősebb bakkanónál nekem átbugol a kerék. Ja, meg tudod, mit kell kipróbálni? Na. Na gyere, állj ide, és akkor most mondom az utasítást, mert legalább a kedves nézők is hallják. Space, dupla V, nyomassad egyszerre, és csak space felenged, 3, 2, 1, most! Hát ez sokáig tartott! Mi az Isten volt ez? Mi történt? Közben én ebből veszek még egyet. Ezzel nem lehet betelni. Én ebből mindjárt csinálok még egyet. Ja, már veszek egy feketét. Lesz egy fehér, meg egy fekete belőle. Lesz egy rossz fiú. Lesz egy rossz. Bad boy. Na várjál. Jól néz ki, én is akarok egyet itt terepre, mert brutál jól meg lehet terepre csinálni, de tetszik ez a... Egy picit visszaengeded... Oh! Egész sokáig ment! Hallod, nekem úgy felkapja, hogy egy keréken megyek. Igen, mert ugye kicsit ki van... Hoppá, kicsit ki van... kicsit ki van terpesztve. Meg egy kicsit ki van herélve, hogy kasznégyileg, meg stb. Ez a... És amúgy egész jól megy, tehát amúgy... Azért is nem mentünk az elején, mert nem akartam illúzió romboló lenni. De ez amúgy tök jól megy. Hát aki imádja ezt a verdát, annak még eskü, ez még jó is, mert most ha elkrúzolgasva, még sebessége is van. Hát az úttartása egy ilyen hátsó kerekes kis verda. Miközben eljöttem nagyon tőled. A burger fárcolygommal. Harcoltam a forgalommal. Várjál, itt csináljunk még egy indulást, gyere! Várjál, a másik irányba, jaj, menjünk vissza, mert itt... Na. Kortában tartanak bennünket, gyere! Megállítom a forgalmat! Ja, hát az nem jött össze. Na gyere! 3, 2, 1, Matt! Heki, az el van átkozva szerintem. Ez fel akart mászni a fára! Hát azt láttam. Na milyen jól megy. Nagyon tetszik. De valami kis drift verdet, mert szerintem amúgy ez nem biztos, hogy nem összkerék, szerintem ez hátsó. Bocsánat.
Igen, ez csak hátsó kerek. Hátsó kerék hajt csak, nem? Aha, ez csak hátsó kerekes. Úgyhogy drift verda. Drift bogár. Nem baj, ezt úgyse versenyre vinni szerint. Bár mondjuk, a hátsó kerekes versenyen megállhatja a helyét. Igen, csak akkor vissza kell rárakni a kaszni elemeket, mert eléggé instabil szegényként. Hát tekintve, hogy láttuk, hogy a Form 1-es versenynél számít a leszorító erő, valószínűleg ugye itt is számít. Hogy próbálj már ki a tiédet egy picit. Erre meg, ezt meg nem tudod nekem felrobba? Várj, elégetjük. Mit? Feláldozzuk az isteneknek. Várj, akkor arribálok. Nem kell, várjál meg. Ide. Várjál már, de ne menj olyan messzire. Hát nem látom, hogy ég. Nem mentem messzire, ott van ég. Oh my. Ennyi? Na, az istenek visszautasították az ajánlatunkat. Na. Nekik se kell. De ez jó cucc. Szeretnéd, hogy megoldjam a problémát? Nem szeretném. Nem? Jó. Gyere, bürger farcolj. Na, ez már füstöl? Ez már biztató. Kezdj el mormolni valami. Kantálni, hekikém. Ó, nézd már az ég. Ez már... Ég a segge. BOOM! Oké, majd itt felhívjuk a biztosítót. Na, hagyd lássam csak itt ezt. És amúgy... Tedd egy kerékre. Tedd vagy ne tedd. De ne próbáld. Oszlop. Lepattantam róla. Beszélünk Lesterrel. Szólunk neki, hogy vannak itt yardok, aztán... Söprögetni kéne. Megjöttek a Pepita autósok, a bütykös taxik itt vannak. Hogy kibattant a csávó a kocsiból? Lát, vagy csaj volt? Ó, ez a nagyon bátor. Forulj vissza. Megvered? De itt a rendőr úgy verd meg. Ja, nem is ezt akartam felhívni. Ennyi, hülye gyerek. Te kajak fellökted, de ez még jönni fog attól. De ja. Most engem fog kiszedni, heki. Nem tudok itt telefonálni, basszus. Vidd magad! Megmutatom, hogy kell megverni valakit, vigyázz? Rohagyom rád a cipő! Szegényke, milyen szaltót vert ide. Szóval még sose volt olyan, hogy egy autóból kettőt tuningolok, annyira jó. Azért ez is csak egy bogár tudja elérni. Kapriót csináltam a izéből, a mentőautóból, elvittem az egyik ajtót. Nem baj, legalább jobban fogsz ellőzni. Nagyobb az oxigén bevitele. Na. Lássuk azt a... Na, ez abszolút elmebeteg lesz, ilyen terep minta, stb. Ilyeneket kell elképzelni. Na. Teszünk rá armort. Féket, of course. Első lökös. Tehát, melyik ebből a legdurvább? Ez a legdurvább, az Injection Bullbar? Vagy ez? Hát talán ez, mert ennek van ilyen padlólemez az alján, vagy nem tudom, igen. Koptatószerűség. Úgyhogy legyen, ez a Chrome Injection Bullbar. És a hátsóban pedig ez a legdurvább, így kapásból az utolsó. Chrome baja, rear cage. Ez jó is lesz. Ennyi. Ez kell nekünk, jó, ezt rátettük. Akkor motorból nyilván mehet bele a legnagyobb. Kipufogó. Ajjaj. Ez hogy tetszik? Én nekem ilyen van rajta. Ez komoly. Csak ez a kisebb verzió. Á, nekem ez ebből ez jobban tetszik, picit. Aha, aha. Ez jó, fölfele fújja a cuccot. Féder. Azt mondja, hogy ebből rátesz. Ez olyan tényleg, mint a börtön ablakában, soha nem süt be a nap. Ez a, hol van ott valaki? Na várj, abszolút levesszük, nem? Féleszettem. Féder delete. Így ném. Na várj, és akkor a másikat is delete-elni kéne. Mert amúgy az is jól néz ki, amikor pici van. Tehát van így egy kicsike, az is jó. Á, lehet, hogy ezt így hagyom inkább. Hagyok egy kis karbont hagyok ott. Vagy nem is karbont, inkább primary-t. Mm-hmm. Így, hogy legyen egy kis, nem tudom, egy kis sárvédő fölötte, de azért mégis be legyen vágva. Hát tulajdonképpen ez ugye azt a célt szolgálja, hogy a kocsinak a teteje ne legyen saras, de az összes többi igen. Így van. Nem tudtam mire. Hát ezt visszük. A lapát, mint nem van. Mehetünk kutatni. Mondjuk ez se rossz így. Hot rod.
Így, a ritkamó. Várjál, úgy van másik féle? Ezt nem is láttam az előbb. Sivárvány. Sivárvány, ez egy szétrobbant. Na hát mindjárt megnézzük még egyszer. Jaj, nem akarok kilépni. Plét. Hát erre az lesz írva, hogy kokain. Festeni most nem. Roll cage. Abból mehet a legnagyobb az ülésekkel. Tető. Na most a tetőbe meg rárakjuk ezt. Ez mehet rá, ez az offroad. Ez a tire sem rossz. Meg amúgy a deszkák sem rosszak, de szerintem annyira nem. Érdekes. Offroad kit, ott a benzintank. Igen. Spoiler. Na most az a kérdés, hogy ez sok. Igazából ehhez már nem sok. Ennek már mindegy, nem? Ez nem sok, hát végül is figyelj. Jó lesz az. Ez sok. Így street, vagy lowered? Mondjuk ennek, hát nem tudom. Ne, így, hát csak lowered, így. Jó. Transmission, turbo, kerekek. Offroad kerek, gondolom egy ilyenre simán. Én azt tettem. Ez jó, ez a csillagos. Nem, így vissza, fekete legyen. Ó, hogy ne. Design, hó, az is kell. Igen, fekete legyen a füst. Azt mondja, hogy ablakok. Az csak egy árnyalatot, egy light smoke-ot. Lehet amúgy, hogy fun fact, tennék rá amúgy másik liveryt. Nem tudom, mi a véleményed. Bürgerfahrer. Azért, mert fekete, ugye sokkal mélyebben kell mondani. Ja, értem. Evil Weevil, amúgy ez se rossz feltétlenül. Aha. Amúgy tök jók rá a liverik. Ez most nagyon tetszik. Még eskü ez is jó, nem? Hát, igen. Ez nem volt túl őszinte. Sőt, mi lenne, ha ezt tennénk rá? Tedd rá a virágosat. Nem teszem rá. Békés. Békés, családbarát. Békés és illatos, hát a virágok nem, illatos. Ez jó lesz. Esküszöm, ez tök jó, ez a, hogy szétcsattannak rajta a színek. Na ezt nézzük meg. Ez vagany. Oda, akkor tulajdonképpen ez egy kamu a vérkoldra. Hagyjad már, hát ez... Jobban világít szerinted? A sima fényszóró esetében nem is világít semmi. Csak a távolságnél. Aha. Hűha. Hogy ja, a szárnyunkakat fent? Persze. Hát a szárny majdnem akkora, mint az autó. Az a baj, hogy így nem tudok nagyon egykerekezni. Nem, nézd meg. De beakad a kipufogó. Hát a kipufogó oda vélek. Visszafele, fordulj vissza a hídnak. Felirjáranak, hogy mi a rákat. Tényleg fölfele kell nyomatni, várjál. Nem raktunk bele dudzsát! Elfért! Amúgy... Jó, kegyetlen jó az a verda. Megvan! Ott volt az egy kerék! Na még egyszer, várjál, most középen fogok elindulni a dupla sárga vonalon. Azt mondják, úgy kell. Jó. Oké. Okay. Új. Ó, ez most egész jó volt, és el is indultunk vele. Arra lennék kíváncsi, hogyha csak simán elindulunk, és nem... felállunk hátsó kerékre, akkor számít-e vajon a gyorsulásban az, hogy neked ki van pattintva oldalra a kereket, gyere? Ja, kiderítjük. Meg azért ez a spoiler, érted, ez leszorít. Földhöz tapaszt. Gyere csak. Na. Számolok, jó? És akkor teligázzal elindulsz. De ne csi... Vagy én is így? Persze, 3, 2, 1, met! Nem számottevő eddig. Igazából... Te hogy mész gyorsabban? Gyere vissza! Hagyjál! Pitmanőver! Basszunk! Nem gyűjt össze! Itt terveztük! Eki, hogy bugol? Hopp! Tudod, mire vagyok még kíváncsi? Ki lehet nyitni ezeket az autókat? Hát, mint minden autót a GTA-ban. Hol? Hagyjad már, fölfele világít! Ezzel lehet világítani az eget! Csillagvizsgáló! Atyaisten, ne!
Levilágítom a napot a helyéről. Na jó. Kiégtem. Márjál csak, vehicle megint. De számít, ha felemelem a lámpát? Arra vagyok kíváncsi, hogy ez meg van csinálva. Szerintem igen. És ugye, egy bogárnál a mi az a motortér a csomagtér, tehát hogy, és amúgy tényleg számít, felemelt a lámpát is, látod? Fölfele világít. Érdekes kis verda, igazából srácok, most nagyjából itt a tuningolásról volt a hangsúly, ebből csináltunk kettőt is, tehát ez annyira jópofán módosítható ez a kis bogár, persze ez már egy nagyon erős túlzás, amit most itt láttok. Ja, muszáj volt belőle egy ilyen rendes versenyzőset, már amennyire a kitett kerék versenyzősnek minősül, illetve egy ilyen abszurdot csinálni, mert vannak mostában a GTA-ban ilyen nagyon-nagyon jól tuningolható autók, meg van nagyon sok, amit amúgy úgy olyan e-mailámmal lehet. Mit mutogatsz? Az én autóm állandóan terpezben van. Na jó. Olyan, mint egy... Na mindegy. Meg van fáradva, na. Meg fárad. Ezt biztos széthajtották. Várj, mit keresek? A Himot Control, ez kell nekem. És bekapcsol. Még a zene is szólna benne, de sajnos copyrightos. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez a videó. Nagyon reméljük, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretétek, és még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel. Itt volt velem a Panzer Heki. Szavaztok, szavaztok. Jók legyetek. Sziasztok.